Kevésbé tűnök parásnak? Hát nyilván kevésbé tűnök parásnak, tudva, hogy Sanyikát kidobtuk a bolygóra, így robotoktól nem félek annyira. Na, menjünk az Apollo magba. Ott alszik az összes android, mi? Az Alien univerzumban minden lift lassú, írja Hirx. Van benne valami? Van benne valami? Na. Aha, itt van maga a mesterséges intelligencia. Főrobbantom. Ja, nem beszélnem kell az AI-jal. Persze, hát lebeszélem az AI-jal, hogy juttassál már ki. Ja igen, meg ami fontos volt a felvételből, hogy a rabcsávó azt mondta, hogy ki tud minket innen juttatni. Persze, nyilván hazudhatott azért, hogy kiszedjék a börtönből, de ő azt mondta, hogy tud egy kiutat az űrállomásról. Nyilván hazudik, de tudom, még bármi is lehet. Na mi van a számítógépem? Azt mondja, hogy holnap együtt. Igen, ez Szevasztopol, ez céges történet. Amint az Apollóhoz kiderítsen, mitől őrültek meg, az egész hely teljesen elszabadult. Az Apolló megváltoztatta az androidok feladatát, félbehagytak mindent, szökik a gáz. Jó, hát megőrült az AI, ezt tudjuk. Ezért tartom hibának, hogy oda megyünk beszélgetni vele, de... Majd jöhet a futás, meg a sikítás, ugye? Halló, Mr. Mesterséges Intelligencia. Nessali vagyok. Ember. Én nem megyek át a pittyek tetőkapun. Nem, le kell raknom a... Jó, van már ne, hogy csihagyjál! Nem mertek be fegyverrel. Úrva anya, már... Bocsánat. Jó, hát akkor ki kell pakoljam a fegyvereimet? Az hova pakoljam ki a fegyvereimet? El lehet rakni valahova? Van itt ilyen konténer? Valahova gondolom, hogy ki lehet pakolni a fegyvereket. Engedj már be! Nem. Nyugi, uralom el. Jó van, nem kell, csihagyjál! Térképet adjál nekem? Recepció. Keres utat az első folyosóhoz. Közbazdmeg. De várj, és ha átváltok a revolverről az orvosi csomagra, akkor se enged be, mi? Várjátok, várjátok. Jó, ez itt izé, hozé. Ott egy recepció. Én nem tudok bemászni. Jó, ez így nyilván nem lesz jó. Egy észrevesz a kamera. Hát, hogy ott el kéne olvassak valamit? Vagy le kell kapcsoljak valamit? Vagy ide be tudok pakolni? De befele pakolni nem lehet. Vagy legalábbis én nem tudok róla. Na várjatok. Hát vagy szétlövöm a kamerát, igen. De nem, itt nem volt izé. Erre nem volt erre vonatkozó utasítás. Erőszakkal bármit meg lehet oldani, ez is igaz. Kloákát nem látok. Még egy töltényt, erre nem biztos, hogy elpazarolnék. Akkor ezt meg is beszéltük, köcsög! Az ötlet neki kiváló volt. Kellene egy panel. Ja, ott van. Tudtam, hogy le kell pakolni a fegyvereket. Egyértelmű volt, csak... Nem láttam, hogy hova. De ide kellett lerakni. Nagyon fontos, csak gyorsan megkérdezem, abszolút nem vagyok sós. Hallottatok tőlem olyan, hogy segítsetek, srácok? Írjátok le a chatre, mit kell csinálni?
ez elhangzott? Mert lehet, hogy nem figyeltem, és mondtam. Csak kérdezem, hogy ti hallottatok ilyet? Mert lehet, hogy van, hogy beszélek, csak nem hallom. Nem? Érdekes. Akkor szerintetek miért írta be egy csomó ember, hogy mit kell csinálni? Nem tudjátok? Mert én nem azért, mert nem akarom, hogy az legyen, hogy én nem mondtam ilyet, és... Jó, akkor jó. Amúgy azért csináltam ezt, hogy lássam, hogy vannak itt a cseten olyanok, akik így itt vannak velem. Úgyhogy köszi. Ja, most át kell menjek a szkenneren, jó? Én nem keményítettem be, csak megkérdeztem, hogy lehet, hogy én vagyok a hülye, és akkor ez értitek, ne legyen ebből félreértés. Belépőkód. Na, passz meg. Igen. Hátsó ajtó. Ellenőrizd az Apollo tervrajzát. Na most ezért megérte ide jönni, de azok mind lezárt ajtók, nem? Apollo te... Ja, ez a tervrajz. Ja, hogy milyen jó, rá van írva apró betűkkel. Turn off the electrics, take some deep breaths, squeeze. Easy. I'm not coming up there to pull you out if you get stuck. Most biztos, hogy át akarunk azon mászni? Na jó, azt mondta, hogy a térkép itt átmegyünk, és akkor balra a csővezetéken keresztül... Jó. 49-30. Arcá hideg vigyor, egy év abban a pillanatban! Wow. Jó, először le kell kapcsoljuk az áramot. Ne csapjanak meg a vezetékek. Igen, mert ide akarunk bemászni. Ez egy eléggé ön és közveszélyes ötletnek tűnik, de megoldjuk. Annyira fassa az össze, ezt már mondtam többször, de annyira királyul néz ki az egész állomásnak a belső tere. Ezek mind sérültek, ezek a szakaszok. Hogy amikor nincs annyi, akkor is csak így simán jó, hogy így felfedezzük az űrállomást, tök állat. És Isti, neked is köszi a 2 hónapot közben, az kimaradt. Jó, le kell kapcsolom az áramot. Hát ez pont a másik irányba van. Annyira állatul néz ki. Na, itt van egy panel. Széthekkeljük. Fegyvereink. Nem tudom, hogy vissza tudunk-e menni a fegyverért így, hogy kinyílt az ajtó. Szerintem nem. Az úgy túl egyszerű lenne. Nyilván azért vett el a játék a fegyvereket, hogy megszopasson. Jó. Most oké, hogy van rendszergazda hozzáférésem, de akkor most kell visszamenni a szobába lekapcsolni? A dolg. Mi ez a hang? Az... Nem hangzik túl bizalomgerjesztően. Nem biztos, hogy ez a gép kell nekünk, sőt, nem ez kell. És most úgy érzem, hogy némi riadót keltettünk. Minden esetre a bombák nálam maradtak. Igen, ez nem túl. Én azért mentek egyet, biztos a miziher. Abból nem lehet baj. Ez nagyon nem tetszik nekem, ez a muzsika. Semmi gond. Ezek a lámpa felkapcsolódások, ezek olyan creepy. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, valami pittyent. Jó. Ray, it's Chief.
Jó, hát újabb android megőrülős hangüzenet. Ricardo, conduit's offline for now. The turbine's running hot, Ricardo. Full speed. Igen, a turbinát azt le kéne állítani. Azt mondja, siet nem kell. Menteni se menthetek? Jó, tehát ezt itt le kell kapcsolni, hogy ide be tudjak mászni, de elvileg gyorsan kell. Hát lehet, hogy ez egészet gyorsan kell csinálni? Nem, az előzővel kellett volna kezdeni valószínűleg. Jó, és akkor most kell oda rohanjak, ugye? Azért vagy... Aha. Ezért volt a... misztikus muzsika. Sietni kell, mert bekapcsol a turbina, szanaszét kalapálja a testünket. Futok, bazzeg. Nem látok semmit. Menjél már! Aha, már nem lesz rádiójel se. Sok munkadroid lesz. Nagyon örülök. Oké. Save game. Na hát, hogy itt most már játék sokkal kedvesebb a mentésekkel. Sanyikánál kéne ennyi mentési hely. Jó. Na most akkor itt vigyázni kell, mert tele leszünk munkadroiddal. Hozzáférést kell szerezzünk az AI-hoz. Alig várom. Jó, ez itt el van gázosítva. Aha, kösz. Ajaj. If you can hear me, find another way to make contact. Something's up with my earpiece. Jó, nyugi. Az emberi konzultáció vezérlő terme kell nekünk. Semmi baj. Vészszigetelés. Á, jó, ez nem kell. Ó, remélem ide nem jön be. Át kell jussak a túloldalra? Aha, itt körbe kell menjek végig. De itt halok, bazd meg. Valahol ki kéne kapcsolni a gázt. Kéne egy panel. Nem volt ilyen, ugye? Segédprogram nincs. Hangban. Bekelt. Ah, jó. Ez nem. Itt is fúlok egyből. Aha. Kéne egy gázmaszk. Mert ez nem nyitható. Ott valami loot. Ezt nem kell. Tudok craftolni? EMP-aknál tudok csinálni. Meg bombát is tudok csinálni. Azért inasba rakom én a szintetikusokat abban a pillanatban, ne aggódjatok. Jó, kis bomba nem. Jó, az a két csőbomba, az teljesen jó lesz. Itt is gáz van. Ott van valami loot, amit ott hagytam. Ez pont visszafele jön? Na. Gázmaszk az rajtam van a labból? Aha. De itt van valahol Jackson, az a baj. Aha, itt nem egyedül van Jackson.
De hol a faz? Az meg, genyó! Nyugi! Ne szarjatok be! Hol a haverod? Na várjál, összegyűjtem a fajtátokat, gyere! Velem nem basztok ki. Azzeg, hogy kapott el? Akkor a stealth-et hagyjuk. Semmi baj nincs ezzel, megoldom okosba. Gyertek, bazzeg. És már vége van a fosós időknek. Nem tehetem meg Sanyival, hogy azt csinálom, hogy itt rettegek tőletek. Azzal Sanyikának az emlékét töltet. Tárgya maximumon. Miért ez milyen töltet? Töltet. Elég hamar elengedtek a droidok. Erre megyek. Igen. Jó, nem kell ezt annyira túl lihegni. Jó, ez egy panel, de nem ez a, de ez a szoba kell nekünk. Konzultálunk az AI-jal. Biztos, hogy meg akarom hackelni az AI-t? Az ember győzelme a gép fölött? Kukia, CLS. Magán? Johnny, köszi a 8 hónapot, Alex az 5-öt. Jó. Be kell kapcsolom az AI-nak a bal meg a jobb agyféltekéjét? Vagy mi az Isten? Jó, szerintem hílelek egyet. Assza. Akkor megyünk. Itt van valami loot. Na megint mit nem vettem észre, hogy a földön van a kártya. Akkor oda-vissza megyünk. Konzolhoz. Szevasz, Johnny! Én is arra megyek, de figyelj, itt levágom. Meghallott? Hű, bazd meg! Várjatok! Hű, bazd meg! Jó, nyugi, nyugi! Nem, ne, semmi hirtelen mozdulat! Kicsit megijedtem. Ups. A semmi hirtelen mozdulat annyira nem jött össze. Jó, de akkor itt már mehetek. De most miért a jobb oldali szerverbankhoz küldött? Az előbb a balhoz küldött. Márja, ott hagytam a földön a kártyát. Na, ennek örömére Lacika kiváltott nekem egy kis pihenőt. Hát most nézd rá erre a csodálatos streamerre, totál megérdemelni a 499-es szubodat, vagy esetleg a Prime Gaming feliratkozásodat, ne várj tovább, tudod, hogy akarod, most különösen megéri. Úgyhogy legyél a közösség tagja, várnak a remek emóták, iratkozz fel, köszi-köszi. Köszi-köszi. Na jó, gyerünk. Amúgy nem gáz, hát most már nálam van a bomba, bedobom előre, bazzeg. Mi volt az a Fogalma sincs! Fogalma sincs! A lopakodás mestere vagyok. Amúgy nem lehet a sokkolóval agyon ütni a robotokat, srácok? Okay. If I power these up, one of them should give me access to Apollo's security banks. Ja, ennek valami kódja van, mi? Szia, Jackson! Mizu! You always know a working journal.
Jó, meglátott. Gyere, Jóska. Kapd el! What? Várjál, most amúgy feltörtem közben? Igen. Megcsináltam, bekapcsoltam, ami kellett. Gyere, 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 gyere. Ajaj, erről nem volt szó, fiú! De hogy fogsz elkapni, ha megint hülyeségeket beszélsz folyamatosan. Jó, felemegyek, ugye? Nem kapnak el soha, érted? Olyan vagyok, mint egy leopárduc. Ne fusson, nem parancsolsz nekem, ezt le lehet zárni? Nem? Jó, akkor gyorsan anyukámat felhívnám, mielőtt itt nagyon a kedélyek elharapódznak. Kiváló. Jönnek szerintetek még, vagy full hülyék? És akkor most kéne bejutnom a rendszerbe, ugye? Na, csak ez az ajtó. Hey! Na, Jóska gyerek! Erről nem volt szó! Ouch! Rohadjál le reggelre! Ó, na, ott a kis barátod is, de örülök nektek! Takarodj! Semmi gond, rögtönzünk! De kéne jussak, nem? Az a gond, hogy... Aha. Ott én tudom, hol jutok be. Hello, szia! Ne törődj velem, I'm just rolling around! Don't worry! Aha, ott kéne bemászni. Don't worry, én csak itt kloáka! Semmi elkapás! Little kloáka! Ha, hülyék. Ó, valami más ki kell rájuk találni. Robbanásálló ruhában vannak, amúgy rohadjanak meg, igen. Jó. És akkor... Remélem ide ők se tudnak bejönni. Mentünk egyet. Ott vannak az ajtó túloldalán amúgy. Ott van. Ott vannak, bizony. Jó, ez az AI? Akkor hova rakom a TNT-t? Hozzá kell férnem egy panelen. Feltöröm én itt mesterséges intelligenciát. Én vagyok az intelligencia. Hogy le? Hát! Aha. Ez így nem fog működni. Tehát valahogy le kell csökkenteni a hekkelési időt. Jó. Jó, ez nem lehet nekem probléma természetesen. Megnyomok egy gombot. Megnyomtam egy gombot. Ú, nagyon ezek ilyen hangfogók, mint a YouTuber stúdiókban, meg a énekeseknél. Nagyon tetszik. Ez a gomb, ez gondolom a kloákát nyitja, zárja, vagy? Nem tudom, az meg ember vagy a gombot látok. Lehet, hogy bent használni kéne a számítógépeket? Igen, hát ott kint vannak Lajosék. Az oké. Okay. Keresd meg a módját, hogyan tudod csökkenteni az Apollo biztonsági. Hát kösz. Megnyomogattam a gombokat, alapvetően gombnyomásban nagyon jó vagyok. Várjál, itt van egy modul. Jelölt valami másik modult is. Azt nézem. Vagy kimászok. Valószínűleg még nem csökkentette le, az a gond. Jó, hát ez fizikailag lehetetlen. Ezt nem tudjuk brute force-olni. Valószínűleg valamelyik szobából kell nekem egy számítógép. Így azt gyanítom. Hogy nem ebben a... Bár ide jelöli. Nem tudom, mert azt jelöli, hogy itt kéne csináljak valamit. Na várjatok, adjatok még időt nekem. De itt csak a gombok vannak. Én azt gyanítom, hogy ez így... Ez így nem jó. Jelelveszem. Ja, hogy már nem is engedi a játék. Nem, hát ez esélytelen, azt nem tudom brute force-olni.
Vagy csalok. Nem, ezt így csak elbaszom. Jó. Menjünk ki. Menjünk ki. Jobb ötletem nincs, hogy ezek a gombok mire valók, nem tudom. Megnézem itt a környező szobákban mi van. Most merre megyek? Hát pont nem biztos, hogy erre kellett volna menni. Mindegy, fogócskázunk még egy kicsit. Az a... Na várjál csak, Jax! Jacko! Ja, Enter-t kell nyomni. Hát itt széjjel hackkelem itt az ő televíziódat. Abba a pillanatba. Nem biztos, hogy ez jó, amit csináltam egyébként, de... Most megint megtudom. Nézzük meg a másik lyukba is, érted? Hát most nem tudom, mit csinálok, de megcsinálom. Másszál be. Hogyan tudnék élni nélküled? Arról szól az élet. Azt nem tudom, hogy jutott eszembe, most hagyjatok békén. Itt ki kell egy... Aha, 65-49-re kell ezt kiegyenlíteni. Így. Ez egy bonyolult feladat volt. Aha. Tudom én, hát értek a hackkeléshez, hát testembe van. Balázs, köszi 39-et, Szensi, neked pedig az egy évet abban a pillanatban. Köszi, srácok. Easy, hát így már van időm. Cookie, E betű, fura C betű, lambda. Az ember győzelme az AI fölött. Na, összekonzultálok mindjárt itt ezzel a számítógéppel, figyelj ide. Miért vagy paraszt? Nem jó helyen állok? De. Engedj be a magodba! Hát, hogy ki kéne jöjjek innen? Haló? Nagyon rezeg. Azt látom, hogy nagyon rezeg. Next level! És kijön belőle Darth Vader! Mindjárt, srácok, láttam. Nyugi. Egyé válok a géppel, érted? Mondjad, anya! Igen, ez konkrétan a Mother, 20 FPS. Two days after we left. You're kidding me. A lény védelme. Sons of bitches. A cég meg akarja védeni az alien-t, azért ölnek meg mindenkit a robotok. What? Fuck. De hát már nincs itt az alien a bázison, akkor miért nem lehet lekapcsolni? Jó! Tehát az AI azt a feladatot adta, hogy az alien-t kell megvédeni minden áron, leállítani a kommunikációt és mindenkit kinyírni. Tehát konkrétan ezért volt minden. Ezért ölnek mindenkit. Na! Közben itt valami nagyon fontos üzenet érkezett Pistitől Messengeren. Azt írtátok, úgyhogy nézem. Emote combo. Várja, hang van? Nincs hang? Nincs hang. Mi a fasz? Az emote combo. Hogy belefut a pingvines emote a pistis izébe, várjatok. Ez az új emote meta? Hol az egerem? Kell a VR-os Rage
Ja, hogy kifut, befut a tűzbe a pingvin, értem. Oda nézzetek. Ja, ezt küldte Pisti, ezt az emót kombinációt. Hülye. Fall Guys oznak, bazd meg. Két hülye. Saját hetüket Fall Guys-zal meg kényszerítik. Na, ezt üzente Pisti, ez az új meta emót kombó. Amikor a nagy emberek unatkoznak. Ahogy akkorák vagyunk, itt ekkora vagyok itt a sarokba. Akkora nagy. Na! Le kell menjünk az Apollo mag alá. Jó, de akkor be kéne zárnana. És most ez ja nem, így tudok lemászni. Aha. Jobb világ építése, a faszomat, az alient akarják elkapni. Várjál, itt fölrobbantom az egészet, oda plantálok egy TNT-t, azt nem fog itt nekem egy AI ilyen lezárási parancsokat adni. Jó. Lekapcsollak, bazd meg. Felülírom itt az Order 69-et. Elsődleges interakciós napló. A közötti üzenet kérdés, érelem, minden csak nyugodtan. Élent felvásárol mindent. Ez nem biztos, hogy segít, vagy én nem néztem át elég figyelmesen az üzenetet. De itt kell még lejjebb menjek. A reaktor magba megyünk. Csapd le, mint a 6 amperest a hegesztő trafó. Na, visszajött a kommunikáció. Igen, hát ugye a Sixoné volt az űrállomás, csak a Weyland megvette az egészet, és ezért az Apollót is ők irányítják. Igen, hát mi nem tudjuk felülírni a céges protokollt. Jó, megvizs, valami pittyent. Faszom, itt is vannak még Lajosék? Ott van, hát. Szevasztok. Jó, meg kell vizsgáljuk a központi reaktort. Kösz. Nem tudom leállítani a izét, a trafót, hát kösz. Valahol pittyeg egy mentési pont, csak oda föl kéne másszak valahogy. Nem tudok oda fölmászni, haló. Ejtük a körbe. Nem, onnan jöttem. Á! Ott van. Ott van! Én nem robban még semmi, nyugi. Itt ezt beoktojálom ügyesen. Energy. Elvontatok mindent az útból. Gyerünk már, te pás! Ez az. Vigyázz, elüt! El tud ütni. Jó. Anyukánk. Szia, Erik! Hello, hello! Igen, a hajónk elvileg még megvan, amivel jöttünk. Csak megsérült. De az elvileg még nem robbant szét. Kamera, természetesen. Igen, kösz, csak hogyha tudnám, hogy merre kell menni. Ó, oh, bazd meg, hello! Jó. Megint speedrunolunk, csak a térképet viszem. És körbe jön? Jó, legalább ki tudom lootolni. Gyere, arra gyere! Hé, bassz meg, de rám nézett! Jó, egy csöppet riadóztattunk a kamerán, viszont kaptam térképet.
ami abban segít, hogy nem találom így se, hogy merre kell menni, király. Nincs is arra fele kijárat, el kell jutni. Ja, itt körbe kell menjek, aha. Ó, bazd meg. Jó, hát az egész űrállomást periadóztattam. Tök mindegy, mert már így is üldöznek. Ott bemászunk. Ionvágó. Aha, na ez a baj. Kell egy fejlesztés. Jó, akkor mit szólsz hozzá, hogyha megöllek? Aha, ez nem lehet így rácsapni. Jó, akkor máshogy játsszuk ezt el. Molotovot szereted, nem? Van egy kis problémánk, te vagy egy kis probléma. Ó, de ez nem öli meg. Rohadjál el! Rohadjál el! Ott a kill! Na! Fröcskölyed! Ez az, bassz meg, na! Nehogy már itt lopakodjak, majd Sanyika elől lopakszom, hát hagyjatok már hülyeséggel. Lopakodok izé, szia uram Lajos elől majd, persze. Na, itt a fejlesztő. Így kell ezt csinálni. Akcióba, killbe. Pacekba. És akkor ezt itt kijonézzuk. Igen, Monster Key, a hangeffektem nincs, az kellett volna. Úgy. Az a baj, hogy itt sokan lesznek, és ugye a fegyvereimet azt mind elbuktam. Ezek több gondot okoznak, mint az Alien? Hát ezt nem mondanám. Köszi, buci. Nyilván. Jó, kéne egyet vénáznunk. Azért a HP-mat leszedik rendesen. Fény. Ó, felemegyünk. Igen, Sanyika inkább mentálisan okoz problémákat az amúgy is labilis elmémben. Jó. Egy jó mentés sose rossz. Igen, vaksötétben biztonságosan vénát találtunk. Amúgy simán. Simán. Weissmark, neked is köszönöm szépen. Na. Akkor ez megvan. És akkor elvileg itt így végig körbejövünk. És akkor úgy jutunk el a raktárhoz. Raktárhoz, a reaktorhoz. Igen, csak így nyilván 80 millióan lesznek. Úgyhogy itt vagy sprintelünk, vagy lopakodunk. Megpróbálom elsőre a sprintelést. Annak tudatában, hogy... volt vár. Látjuk, hova megy a... Észrevett, azért mondta ezt. Elterelhetném a figyelmét amúgy. Nem, ide jön. Bunkó vagy Bugsy. Ki van ott? Senki. Ez be van zárva, úgyhogy itt a sprintelés már most megbukott. Jaj, semmit. Kéne talán valami kreatívabb módját a semlegesítésüknek. Futás balesethez vezethet. Te vagy egy baleset! Aha, ez nem fogja őt izélni. Hát ez gond, hogyha nem sebzi a molotov. Jó, akkor ezt lopakodva kell megoldjuk, mert nincsen több Johnny-m. Sokkolót meg elkapja. Vagy kicselezem. Á, rá akartam csapni egyet a sokkolóval hátulról. Reaktorraktár, igen az. Bár...
Kapta? Most az meg haltál, vagy nem haltál, vagy mi van? Ja, nem halt. Jó! Megy ez, basz. Na várjál, ott az nyitva volt eddig is. Igen, onnan jöttem. Jó, srácok, hát megoldjuk izomból. Na már azok itt voltak kábelek, itt ez kell nekünk. Túl alacsony energia szint. És onnan kapod az energiát. Ez. Mindent megold a kalapács, csak ki kell cselezni, hogy meg tudjam sokkolni. Jó, de ez még nem lesz elég. Ugye? Még itt volt még egy, nem? Vagy elég lesz? Nem elég. Csak nem látok semmit. Aha, ott van fönn. Ezt mondjuk stealth-ben nehéz lett volna megcsinálni, már biztos, hogy lehetett volna valahogy. MP akna. Molotov. Igen, hát most bánom, hogy ennyi molotovot csináltam. Szó se róla. Ez itt nem jó nekünk. Azaz. Jó. Most remélhetőleg ez kinyitja nekünk azt az ajtót. Gondolom én, de lehet, hogy rosszul gondolom. Mondjuk el lehetett volna itt terelni magnóval, meg mindennel. Ez nem nyitotta ki, hanem... Várjál, most melyik vezet merre? És belezavarodtam a kábelkötegelés folyamatába. Kell lennie még egy panelnek. Azaz? Aha. Megvan az. Várjál, nem olyan egyszerű ezt bebikázni. Azért azt be kell látni, mindenki tegye szívére a kezét, nem kell ezt így véka alá rejteni. Szerintem. Azért Sanyika nélkül nem olyan erős a játék. Bár kíváncsi vagyok a véleményetekre. Nyilván a hangulata így is para, csak a tudat, hogy Sanyi nincs itt, az rám is helyezett egy ilyen indokolatlan nyugalmat, ami kicsit elvesz a játék para faktorából. Bár magát a történet érdekel, meg nyilván mondtam nektek, hogy a felfedezés is rohadt jó, mert nagyon szépek ezek a zónák. De hát azért várjuk még ezzel, mert szerintem nem kell nélkülözni Sanyikát. Úgy érzem, hogy ezt a játékkészítői is tudják, úgyhogy addig örüljünk, amíg ez még igaz. Jó, átjöttünk ide, akkor erre kell tovább menni. Szép. Fasza, na itt megint lesznek, ugye? Aha, ketten vannak. Lajosék. Itt gondolom, hogy hát itt van egy egyenes út, de tuti zárva lesz a szembe lévő ajtó. Nyisd fel a redőnyt, igen, azt ott ki kell nyissuk valahogy. Gondolom, itt el kell menni a hátsó szobába. Itt van egy kamera, vagy azok csak fények, nem tudjuk. Az? Töltet. De minek a töltete az? A töltet maga egy... Valószínűleg egy építőanyag, vagy nyersanyag, vagy hogy mondjam maguknak. Csak fosok, nyilván. Az Nem én vagyok az!
Jó, ennyit a lopakodási képességeimről. De bázzeg! Áááá! Jó, most meghalunk. Vagy nem? De. Ouch. Nem baj, újra kezdjük. Ja, észrevettem, hogy a sokkolót is újra kell tölteni, kösz Hirx. Rátapintottál a probléma lényegére. És most betöltötte vajon? Rossz irányba jött. Ja, a Molotovot megláttam, úgy azzal basztam el. Többek között. Többek között. Na, várjatok. Most ez így működik? Mögé lopozva? De nem a izét nyomtam, te hülye gyerek, te állat, te... Ah, bazzeg, nem szabad semmilyen gombot megnyomni. Miért nem sokkoljad már le? De miért nem sokkolja le? Nyomva kell tartsam. Most meg rájövök, hogy hogy működik a sokkoló. De betöltöttem. Á, bazzeg, nem jó ez. Ah. A védőruhában nem hat a sokkoló? Hagyjuk már! Hagyjuk már! Mármint nyilván igazatok van, csak... Mi a fasz? Megnyomtam a Q betűt a szekrénybe, azért rontottam el, mert kijöttem így belőle. Fasz meg magadat. De amúgy egy pillanatra megsokkolta. Igen, tudom, hogy jó vagyok a lopakodásban, srácok. Érzékelem én is. Most ő onnan petrolozik kibe. Hát bazeg, akkor pedig így kell csinálni. De most kérdés, hogy amíg oda megy a Magnóhoz, meghall-e? Az a baj, hogy míg oda megy a Magnóhoz, én itt ezt kicsapom. Kiváló az észrevétel, Lajos. Menjél oda az asztalhoz, nézd meg, hogy ott vagyok-e. Vagy most el kéne kapjam hátulról a tarkón baszni? I'm a very sophisticated machine. I will find you. Nem tudom, le tudom-e ütni. De! Menj már a büdös picsába! De ne kapj el, ez csalás! Ouch. Jó. Kellett panaszkodjak a játékra, most visszaadja. Köszi a csírt, Strazet. És a füstbombával nem tudom amúgy megzavarni, ez nem így működik. És ha oda besprintelek, mielőtt lecsukódik a redőny, akkor mi van? El tudom törni a videójátékot? Nem tudok csinálni semmit amúgy, az a baj. Molotovot leszarja. Nincsen shotim, az a baj, srácok.